Ezek a felvételek a magyarországi kommunista diktatúra idején készültek. Ebben az időben történt, hogy 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát letartóztatták, majd börtönbe zárták. Ekkor még senki nem tudta, hogy 2000-ben ezt a napot a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítják. Tolna megyében több településen is megemlékeztek a nemzet hőseiről. Mint egy csapda, nyílik és csukódik a testem. Folyton szűri, amiben belekeveredtem. A világot szűröm én, mint szivacs a tengert. Dombóváron az Íj és Gyula gimnázium ünnepi műsorával emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. A középiskola diákjai verssel és énekkel idézték fel a történelmi eseményeket. Tamásiban Porga Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy több mint 700 embert végeztek ki hazánkban, 70 ezret börtönöztek be és 600 ezret hurcoltak el kényszermunkatáborokba. Most hajtsunk fejet az áldozatok előtt, az áldozatok emléke előtt, ne feledjük, amit Milán Kundera cseh író fogalmazott meg. A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha ne ismétlődhessenek meg. Emlékezzünk meg azokra a honfitársainkra, azokra az elődeinkre, akik az életüket áldozták a magyar hazáért. Bonyhádon a Vörösmarty téren tartottak megemlékezést. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy azokra is gondoljunk, akiknek tönkretették, megnyomorították, ellehetetlenítették az életét. Nem dolgozhattak hivatásuknak, tehetségüknek megfelelő munkahelyeken, a gyermekeiket, sőt még az unokáikat sem vették fel sok esetben főiskolákra, egyetemekre. Gyakorlatilag a kommunista rendszer mindenre rányomta a bélyegét. Potápi Árpád János hozzátette, hogy február 25-e a magyarok számára mindig is a megemlékezés napja lesz, ahogy június 4-én, október 23-án is vissza kell gondolni a történelem viszontagságaira és a nemzet hőseire. A bonyhádi megemlékezés koszorúzással zárult.